Minden híresztelése ellentétben tegnap délután kiengedték a kórházból Torgyány Józsefet, aki az elmúlt éjszakát már otthon töltötte. Az ex-minisztert a házi orvosa utalta be a kórházba azért, hogy megtalálják a megfelelő gyógyszereket a szívritmus zavarára. Igaz, amit mondok? Jó reggelt kívánok! Hát persze, hogy igaz, hiszen elég, ha önre nézek, már szívritmus zavaromban. Hogy ne lenne igaz? Hát persze, rögtön szívritmus zavarom. 20 éve beszélgetünk egymással nagyjából, most már azért... Hát jó. Egy ilyen fiatal nőnek nem szabad visszaemlékezni, nem szabad. Semmire ne haragudjon. Jó, oké. Mi igaz az egészségügyi állapotával kapcsolatban? Hát ugye, hogy röviden összefoglaljam, megírtam és a Nemzetközi Könyvnapon nyilvánosságra hoztam a Szállat úrul fészkére című életrajzi írásomat, a visszaemlékezéseimet. Uh-huh. Óriási leleplezések vannak benne, de ugye miután gyakorlatilag fejből kellett megírnom, rengeteget ültem. Semmit nem változott, föltettem önnek egy konkrét kérdést az egészségügyi állapotával kapcsolatban, és arról beszél, amiről ön akar. Ez az előzménye. Ugye ezt követően, tehát rengeteget ültem, ez nyilván nem tett jót az egészségi állapotomnak, hiszen én egyébként is egy nagyon mozgékony valaki voltam. Na most ezt követően különböző meghívásoknak tettem eleget, majd december 1-én a Portfólió megrendezte a Siófokon a nagy agrárkongresszusát, amelyre én a volt agrárminiszterek vitájára elmentem. És hát előtte annyi minden feladatot teljesítettem, hogy amikor a Sinór Szabó Botond professzor emeritus, az ő felesége meg az én feleségem társaságában vitt le az agrárminiszterek vitájára, akkor útközben mitagadás, tehát ugye rettenetesen szédültem, állandóan hánytam. Szabad megkérdeznem, ugye 84 éves. Múltam, igen. Uh-huh. Na most állandóan hánytam, úgyhogy olyan állapotba kerültem, hogy vissza akartak velem fordulni, de hát én mondtam, hogy azt nem... Én mindent el tudok viselni, de az, hogy azt higgyék rólam, hogy én megfutamodok egy vita elől, azt nem. Na hát így azután levittek. És felesége ilyenkor mit mond? Nem figyelmezteti, nem mondja azt, ő szegény. Nem tudom, hogyan szólítja őt, hát, József, Józsi, Jóci. De édes Jóskám általában, tehát édes Jóskám azt mondja, hogy tehát ő szegényként mit volna engem vissza rögtön és orvoshoz, de én nem voltam hajlandó. Na, megvolt a vita, hát én remélem, hogy a szokott formámat hoztam, de visszafelé megint rosszul lettem. Értem. Erre ugye a körzeti orvosomhoz fordult dr. Kalocsai Tamáshoz, egy kiváló diagnosztához, és ő vért vett tőlem, és valami ijesztőnek találta a vérképet. A vérképét? A vérképet, és ezek után ugye akkor rögtön be kellett mennem kórházba, nem a rohanmentők vittek, amint azt a bulvársajtó volt szíves megemlíteni, tudja, hanem az én drága fiam működik, hát és azért, a feleségem. Igen, azért ülünk itt, mert mi nem a bulvársajtó vagyunk. Na jó, stimmel. Hanem, hogy egy élőadásban nagyon hazudni nem lehet, meg utána megmásítani azt, jó, amit hát, hallott hogy az ember, mit lehet és mit nem lehet, abban nem menjünk bele, de tehát így történt a dolog. És azt kell, hogy mondjam, abból a szempontból nagyon-nagyon jó, hogy én meg tudom ítélni az egészségügy helyzetét. Ugye melyik kórházba vitték be? December, melyik a múlt kórházba? A múlt héten kedden mentem. Melyik kórházba? A Kútvölgyi. Kútvölgyiben. Igen, tehát a... Azért ez úgy néz ki, mint a lebombázott aleppói kórházak. Borzasztóan néz ki, de azért hozzá kell, hogy tegyem. Hogy valóban embertelenül néz ki, és az orvosok is nagyon túl vannak terhelve, hát az ápolók pedig elképesztő módon. Tehát azok úgy túl vannak terhelve, hogy azt el nem lehet mondani. De, amiről általában nem esik szó,
Magyarországnak olyan kiváló az orvos és az ápolói garnitúrája. Fantasztikus, ami, elkötelezett emberek vannak, ami, ott pontosan ami tudom, hihetetlenül nagy töbletet tud nyújtani, úgyhogy ha már egyszer felvetette ezt a kérdést, akkor innen szeretnék köszönetet mondani a dr. Böröz Zoltán főorvos úrnak, dr. Karádi István professzor úrnak és a munkatársainak. És nem azért bántak önnel jól, mert hogy másként akartak önnel bánni, ugye? Tehát nem érezte, hogy kivételezett helyzetben van. Hát ugye erre nehéz választ adni, mert az az igazság, hogy engem általában vagy szeret valaki, vagy gyűlöl. Tehát ez a két véglet volt, ugye ezt sugallta a hát média. Volt azért, ez most már megváltozhatott, nem? Most tehát, megváltozott, most azt kell, hogy mondjam egy önnek. Egy általános elfogadottsága, ismertsége, szeretet, én azt kell, hogy mondjam, hogy ha már akkor ezt felvetette ezt a kérdést, akkor mindenek előtt köszönetet kell mondanom annak a mérhetetlenül sok hívemnek, akik végtelen aggodalmuknak adtak kifejezést, amikor a különböző hírek róla megjelentek. Uh-huh. A feleségem szegény nem tudta a mérhetetlenül sok telefont fogadni. Rengeteg telefont kaptam én is a kórházba, és valami azóta is megállás nélkül. Pedig hát ez nem volt mindig így. Nem volt mindig azért így, tehát meghatónak, igen, politikus személyiség volt. Ha megengedi, azt kell, hogy mondjam, szinte könnyekig megható volt az a szeretet megnyilatkozás, amely körülvett engem. Ezt szeretném megköszönni, és egyben rögtön kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és Istentől áldott boldog új esztendőt kívánni a mindenkinek. Beszélhetünk egy picit a mai közállapotokról, a mai politikai helyzetről? Természetesen, beszélünk. Milyen véleménye arról, ami ma Magyarországon folyik? Hát először is, ha szabad lenne megemlítenem, én úgy érzem, hogy noha valóban alapvető fontosságú a migráns kérdés, és teljes mértékben egyetértek a kormánynak a megoldásával. Teljes mértékben, sőt az egyetlen kifogásom legfeljebb az, hogy talán egy kicsit későn vettük észre, de ezt nem lehet a szemükre hányni, mert ők vették észre elsőnek talán a világon mégis. Na most ugye, de úgy gondolom, hogy noha valóban nemzeti ügyfontosságú, de ugye nem szoríthatná háttérbe a valódi nemzeti kérdéseket. A valódi nemzeti kérdés... Ami pedig, mi lenne? Megmondom, ha megengedi. A valódi nemzeti kérdés az, hogy a tömb és a szorvány magyarságot meg tudjuk-e tartani. Valódi nemzeti kérdés, hogy lehet megállítani a fiatalok külföldre menekülését. Hogyan lehetne őket hazahozni? Hazahozni őket? Hát az aztán a másik kérdés. Na most, hogy lehetne a teljesen padlón lévő vidéket minél gyorsabban felvirágoztatni? Rengeteg helyre hívnak engem még mindig, és megyek is, amikor tudok, és azt kell, hogy mondjam önnek, szinte kivétel nélkül azt mondják nekem, hogy Józsikám vagy Józsi bácsi, attól függően, hogy ki hogy hívott, megfeledkezett a kormány. Bocsásson meg, nem vagyok fázva azért, hogy jobbulást kívánok. Vagy hogy padlóra küldtek minket, elkeserítő állapotokat látok. Tehát ezek az igazi azt nemzeti... Azt mondja, hogy akkor nem a migráns kérdésre kellene elsősorban foglalkozni, viszont ön pontosan tudja, hogy politikailag kellenek olyan témák, amivel lehet tematizálni a közvéleményt, amivel lehet szavazókat megnyerni. A migráns kérdés pedig erre tökéletesen alkalmas. Jó, én ezt nem vitatom, hogy ez így van, de attól még a valódi nemzeti kérdések, azok, amelyeket én említettem, valódi nemzeti kérdés az oktatás, az egészségügy, mert ugye noha, amint mondottam, az orvosaink és az ápolóink hihetetlen munkát, erőn felüli munkát végeznek, hogy a nehéz körülmények ellenére a gyógyulást biztosítsák, de hát ez nem mehet a végtelenségig így, és
És ugye Kinyeri ön szerint 2018-ban a választásokat? Nem értem. Kinyeri ön szerint 2018-ban a választásokat? Hát kérni szépen, én úgy gondolom, hogy a baloldal, ahogy szokták mondani, a baloldali liberális oldal, az be van oltva a politika ellen. Tehát nincs más a porondon, mint a Fidesz. Tehát nincs baloldal. Nincs baloldal, amelyik egy erőt tudna felmutatni. Hát nincs ellenzék, igen, én nem feltétlenül osztanám fel az országot baloldalra, meg jobboldalra, ennek sok értelmét nem látom. Én annak látom, hogy ha már különbséget teszünk, hogy a nemzeti és a nemzeti érzések iránt érzéketlenséget mutató oldalra lehetne inkább felosztani. Ebben nem vagyok biztos, hogy ez a felosztás működik. Én biztos vagyok azért, mert ha visszaemlékezem, 2005. december 5-ére, 2004. december 5-ére a kettős állampolgárság szavazására, hát azt kell, hogy mondjam, ott viszont a baloldali liberális oldal abszolút nemzetietlen volt. És ön szerint a Jobbiknak van akkor ereje, hogy félni kellene tőle mondjuk a Fidesznek? Kizártnak tartom, mert elég, ha csak arra utalok, hogy ugye itt van Hoffer, aki valószínűleg meg fogja nyerni Ausztriába a következő választást. És amikor a Mirkóczky Ádám köszöntötte őt a köztársasági elnöki tisztségért folyó versenyben elért eredményért, gratulált neki, akkor ő visszautasította nem a gratulációt, hanem azt, hogy innen érkezett a gratuláció. Na most ez mutatja, hogy a nemzetközi beágyazottsága olyan a Jobbiknak, hogy nem nyerhet, mert az ország kormányozhatatlanná válna, és a magyar állampolgárok mindig bölcsek voltak a szavazáskor, tehát én úgy gondolom, hogy... KDNP-nek lenne, KDNP-t mondtam, pedig a kisgazdapártot akartam mondani, kisgazdapártnak lenne ma a létjogosultsága Magyarországon? Hát én úgy gondolom, hogy a kisgazdapárt, a független kisgazda, földmunkás és polgári párt elsőprő választási győzelmet aratna Magyarországon. Kérné szépen, ha megengedi, azt kell, hogy mondjam, ugye, mert nyílt történelem hamisítás folyik, azért nem hiszi, mert a kisgazdapártot kifelejtik mindenből. Hát a rendszerváltáskor csak nekünk voltak tömegeink, de a független kisgazdapártról egy szó nem esik. Közel 100 éves múltra tekint vissza a független kisgazdapárt. Na most én úgy gondolom, hogy a független kisgazdapártól azért fél tulajdonképpen minden más politikai erő, mert még mindig olyan erőteljes a beágyazottsága a kisgazdapártnak, hogyha egy valódi kisgazdapárt színre lépne, akkor hihetetlen tömegek állnának mellé. Na most megemlítem, hogy 1990-ben és 1998-ban tulajdonképpen a független kisgazdapártnak állt a zászló, hogy mi nyerjük meg a választásokat. A visszaemlékezéseimben kendőzetlenül leírom, hogy miként tudták megakadályozni ezt ördögi ravassággal, a valódi nemzeti érdekek elleni fellépéssel. Tehát azt kell, hogy mondjam önnek, ugye nagyon-nagyon fontos lenne, hogy végre a valóságos nemzeti erő, és itt megemlíteném, hogy én meghirdettem a földművesek napját, miután mindenkinek van napja, a földműveseknek nincs. Ezt 2017. szeptember 17-én Csokonyavisontán fogjuk megtartani. Itt a valódi nemzeti erőt kell felszínre vinni. Muszáj önbe belefolytanom a szót. Befejezem már is. Itt a valóságos nemzeti erőt kell ismét helyzetbe hozni. Én itt szeretném befejezni teljesen a politikai pályafutásomat, noha most már ugye közel 16 éve kivonultam. Így van. Viszont nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és hogyha megengedés megteszi, akkor a feleségét is üdvözlöm. Köszönöm szépen, de a feleségemnek megmondom, ha visszajött a szívritmus zavarom, azt köszönje meg önnek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.